Na, sziasztok! Tudom, kb. Egy fél éve nem posztoltam ide. Tudom, ezt is ezerszer elmondtam már, de pontosan tudjátok, hogy YouTube-ra csak akkor posztolok, hogyha valami olyan mérvadó van, amit ide szeretnék kirakni. És én egyébként nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit rakhatnék ide az elmúlt időszakban. Több ötletem is volt, de nem igazán sikerült kiviteleznem. És most, ma írtam egy írományt a kis füzetkémbe, ebbe. És rájöttem, hogy egyébként már összegyűlt egy rakat, amit tök szívesen megosztanék, amúgy váltak. Úgyhogy ez egy ilyen próbafutam, így a szerintem legjobbakat, köböl legjobbakat, amik most éppen a szívemhez közel állnak, azokat összegyűjtöttem, lesz körülbelül 5, és most ezután a kis bemondás után végig is játszom őket, igazából felolvasom ezeket. Tényleg ilyen rövid kis prózák, van benne egy hosszabb, és hát remélem, hogy tetszik. Hogyha tetszik, akkor még tök szívesen megosztom a többit is, mert amúgy nem tudom, viszonylag büszke vagyok rájuk, meg én szeretem őket nagyon. Úgyhogy ha másoknak is tetszik, akkor meg tök szívesen továbbosztom ezt. Úgyhogy jó szórakozást, és mindenképpen jelezzetek. Diszlájkolni azért nem kell. Köszi. Na, jó szórakozást! Szeretet nem elég. Emlékszem, sosem értettem, mikor ezt mondták, hiszen én nem tapasztaltam erősebb, intenzívebb dolgot. Semmi sem tölt meg és rúg szíven jobban, mint a családom iránti szeretet. Ez tartja a törékeny rendszerünket egybe, a szeretet elég. És a barátaim, akik a szeretetért szeretnek. Hibázok, felállok, és a szeretet miatt visszajönnek, a szeretet elég. És itt vagy most te, meg én. Bután elhisszük, mikor a remegő ajkam az ajkadhoz ér, remeg, mert rettegek, fejem a válladon pihen, a szeretet elég. Arra a percre. Felkelünk a nap, sőt, a szeretet elég, de a miénkből csak arra futja, hogy nem tudjuk, mi a helyes döntés, ha tudnánk, sem mernénk meghozni. És értem már a címet. Egy nehéz indulás. Beül az autóba, ráfog a hideg kormányra, és kibámul a szélvédőn. Figyel a semmire, és várja a valamit, ezen mosolyognia kell. De most mégsem esik jól mosolyogni, most a sírás esne jól, az meg sehogy sem jön. Bedugja a kulcsot, beindul az autó, egy sor pittyeg és fények villanak a rádión, és ő megnyom egy gombot. A telefonja kapcsolódik az autóhoz, és a szájsólyommadár hangzik fel. Addig bambul, amíg a szám véget nem ér, nyom még egy gombot, újra kezdődik. A kocsit teljesen felfűtötte, a kabátját elfelejti levenni. Egyszer csak magát is meglep egy kocsit remegtető ütésmér a kormányra, majd még egyet, ezt még 10 követi. Néha véletlenül a dudát is megnyomja, békés járókelők tucatja kapja fel ilyenkor riadtan a fejét. Ő nem veszi észre, mert püfölés közben egyre jobban kiabálva kántálja a következőt. Indulj már el, hülye, indulj már el! A dűrolmot hangos zúgás zavarja meg. Felkapja a fejét, minden düh kiszáll belőle, mert rájön. Biztosan azon ül. Éppen most száll el tőle fájdalmasan messzire. Önkéntelenül is körbenéz a kocsiba, valamit biztosít hagyott. Észre se veszi, hogy ezt a gondolatot hangosan is kimondja. Valamit biztosít hagyott, mit hagyott itt? Rövid vizsgálat után rá kell eszmélni arra a nagyon szomorú és ijesztően egyszerű tényre, hogy semmit. Most kell belátnia, hogy elment. Hogy utoljára még azt mondta, szereti. Hogy nem tudják, mikor látják újból egymást. De az összes most a fejébe tóduló tény közül a legborzalmasabb mégis az, hogy nem hagyott itt semmit. Elment és mindent elvitt magával, kivéve őt. Lány lét. Én mindig szerethető akartam lenni. Őszinte, becsületes, de mindenki kedvence is. Azért szerepel a de, mert tapasztalataim szerint egyszerre nem működhetnek. És én csak arra vágytam, hogy mindenki szeressen. A családom békés és biztonságos burokjából kilépve csapódott hozzám az a kegyetlen lecke, hogy ennél nehezebb feladatot nem szabhattam volna magamra. Sajnos azt a keserű igazságot kell megosztanom, hogy emellett az őszinteség és becsület szégyen teljesen törpült el.
Számomra nem volt nehéz kislánynak lenni, pedig valójában tömérdek teher nyomja egy kislány vállát. Mit hogyan kell tenni, hogyan viselkedj, legyél szép, de hogyan és mikor, a fiúkkal mégis mit kell tenni, és amúgy is az egész világgal szemben hogyan kéne szerepelnem. Ezeken valamilyen rejtésoknál fogva én végig zongoráztam. Olyan érzéssel éltem meg azt a pár évet, mint mikor a vizen siklasz végig. Kecsesen és kellemesen. Ijesztően könnyen olvastam az emberekben. A mai napig érzem, kinek mi kell, és ki mit vár el tőlem. Annyira könnyen, hogy ez szinte már alattomos, alig ismerem beismerni. Én pedig ezekhez úgy alkalmazkodtam, mint a formába öntött csokoládé. Alig volt valami őszinte, cserébe rengeteg volt a manipuláció. De én csak szerethető akartam lenni. Ez volt az első és legerősebb vágy. Akartam, hogy megbecsüljenek. A feminizmust édesanyámtól tanultam úgy, hogy ő nem mesélt róla, sőt a kifejezést sem használta. Mégis egy ilyen erős nő szárnyai alatt a feminizmus eszenciája belém ivódott, de később csapódott csak le. 8. környékén kezdtem el használni a kifejezést, egy évvel később lett azonban értelem is benne. Számomra a feminizmus elsősorban megbecsülést jelentett. És lánynak lenni valójában innentől kezdve lett nehéz nekem. Nehéz, mert ha azt akarod, hogy megbecsüljenek, téged, nem az ezer arcod. Nem fog mindenki szeretni. Az igazán szórakoztató pedig az, hogy emellett olyan döntéseket hoztam, melyek nem csak hogy nem váltottak ki megbecsülést, de még el is vesztettem azt. Tehát egy 15 éves lány előtt állt a képlet. Hogyan fér össze a szabad döntés és a becsület? Mikor fiúk jönnek, és fiúk mennek, és téged akarnak, hogy dönts jól, ha a legkőbb kívánságod az, hogy szeressenek? Akartam, hogy megbecsüljenek. A második vágy. Az a nő akartam lenni. Nővé válni azért nehéz, mert eljön a pont, mikor a nő akarsz lenni. Maga Vénusz, átitatva a szenvedéllyel, a vamp egy kis naívával keverve, magyarán tökéletes. Keveset beszélünk arról, mekkora hatással van az első szex egy lány életére. Az első aktusokat követik azon konvenciók, hogy legyél édes és csípős egyszerre. Legyél puha, de kibírhatatlanul szexi. Ez akartam lenni. A titokzatos, de imádnivaló nő, az a fajta, aki csillogást csempész egy férfi szemébe, és soha ki nem törölhető az emlékezetből. A kihívás az, hogy minél inkább igyekszel ez lenni, annál kevésbé leszel. Én pedig annyira igyekeztem, hogy kívülről komikusnak tűnhetett. Én nagyon akartam a nő lenni. A harmadik vágy. Én akartam lenni. Nagyjából tavaly untam meg. Annyi mindent akar egy lány élete során lenni, hogy mikor végtelenül elege lesz a saját elvárásaiból, már csak maga akar lenni. Azt akartam, hogy este a tükörre meredve azt mondhassam, ez ma is én voltam. Ez vonja magával a legtöbb keserűséget. A hibáidra nem dobálhatsz kifogást. Nem szerethet így minden ember, és rengeteg a kritika, ami most már tényleg az őszinte téged ér. Ez vonja magával a legtöbb gyönyört is. Akik szeretnek, téged szeretnek. A tisztelet neked jár, és ezt mind körbeöleli a büszkeség, amit érzel, hogy ezt is leküzdötted. Én akartam lenni. Ez a negyedik vágy, ami legelőször teljesült. Mi történik, ha minden vágyad összejön? Egy éven belül teljesen az őszinte énné váltam. Ez magával vonta azt, hogy bár nem mindenki szeret, az a szeretet, amit kapok, megtölt, annyira valóságos. Az első és legerősebb vágy teljesült, és elhoztam megnyugvást. Nyugodtan élek azóta, ami elhoztam megbecsülést és tiszteletet. Másoktól is, de ami a magabiztosságot táplálja, az a magammal szembeni megbecsülés. És a magabiztosságtól csillog a férfi szeme. Még ha nem is Vénusz, de Luce lettem, akire néhányan úgy néznek, mint a nőre. És most itt ülök. Ezekre ráeszmélve, és valahogy csalódás van bennem. Annyi időt elpazaroltam az erőltetésre és próbálkozásokra, aztán egy év alatt teljesült minden. Ennyire lényegtelen volna. És most elégedett vagyok, ami olyan ritkán történik meg, hogy alig tudom feldolgozni. Most pedig csak pár megválaszolatlan kérdés maradt. Ha túl vagyunk a lány létvágyain, mi lesz? Mire vágyik egy felnőtt nő? Mi lesz az ötödik? Kapaszkodj!
Olyan régóta tartja magát, hogy már nem is érez fájdalmat. Már 2 napja lóg az épület széléről. Először 2 kézzel kapaszkodott, miután kiesett, de rájött, hogy váltott kézzel könnyebb neki. Az egyetlen nehézsége, hogy fáradt, nem lehet így aludni, ezen morgolódik naponta párszor. Ételt, italt juttatnak hozzá az ablakon keresztül. Lehet ez lesz az élete mostantól, végül is annyira nem borzasztó, dolgoznia se kell így. Ezt megmosolyogja, de vidám és kényelmes gondolatmenetét kiabálás szakítja meg újra. Csak engedje el, leeshet, minden rendben lesz, ordítja idegesen a fáradt tűzoltó. Hősünk csak a szemét forgatja, tegnap jöttek már, hoztak felfújható nagy gumimatracot is, azóta folyamatosan zargatják. Pedig megmondta nekik, hogy ő mindjárt visszamászik. Ugyanúgy mondta az első, második és a többi megszámlálhatatlanul sok sikertelen próbálkozása után is. Mert nem segítenek neki abban, zsörtölődik, hiszen neki még van bent munkája, mert hát munka közben fordult ki az ablakon. Buta kis hiba volt, csak kinyitni akarta, azt itt elég óvatos, így járt. Fene se gondolná, hogyha ilyen könnyen ide jutott, nem tud ugyanolyan könnyen visszamenni. Miután ezt megtárgyalta magával, lenéz. Észre se vett, egy besötétedett. Az embertömeg eltűnt, még a lelkes és bíztató tűzoltó is most száll a kocsijába. Végre nyugodtan kapaszkodhat. A békéjét az a tény zavarja meg, hogy az ujjai a fáradtságtól nem működnek. Először egy enged, majd követi a többi. Hirtelen a másik kezét lódítja, ideje azzal kapaszkodni, de késő. Zuhan. És zuhanás közben felnevet, mert észreveszi, hogy a matrac rossz helyen van. Nem fog ráesni. Nyilván, pont most engedte el magát a kezem, gondolja. És ez volt a legutolsó gondolata. Kár érte. Még a nevét se tudhattuk meg. Megint én vagyok. Igazából 2 percet köszöntem be, de most elköszönök. Szóval remélem, hogy tetszettek amúgy. Ezek így mind a kis fejem szüleményei. Van, amiket nagyon rossz kedven beírtam, valamiket csak így úgy éreztem, hogy hú, basszus, ez most egy olyan nagy életérzés, hogy mindenképpen szeretném leírni, mert sokat jelent nekem. Általában az ilyen esszészerűk, amik ilyen gondolkozások és nem történetet mesélek, azok ilyenek, hogy végig gondolom és azt mondom, hogy hű, ez kell. Az ilyen történetek meg általában, hogyha egy bizonyos érzés van bennem, de nem tudnám kifejteni és leírni, sokkal egyszerűbb nekem ilyen más történeteként máshogy elmesélni körülbelül. Úgyhogy ezek. Remélem, hogy tetszettek. Ha igen, mindenképpen írjátok le a kommentekben, meg azt is, hogyha szeretnétek még tőlem olvasgatni, vagy hallgatni ilyeneket, mert még van a tarsolyomban egy-kettő, meg még fogok írni. Na jó van, nem beszélek tovább. Búzi, sziasztok, szép napot!